Nos hát, hello, hello, sziasztok srácok, Alex vagyok, és a mai videóban egy Hyparkade update-et szeretnék nektek itten bemutatni. Igazából szerintem kezdjünk is bele. Első dolog, a Blazespawner pedig nem feltétlenül lehetett sok dologra használni, mivel hát... mondjuk úgy, hogy nem sokat ért a dropja, de most, ha megnézik, akkor... a Blazespawner az eléggé jó summát ad, ugyanúgy, ahogy az Enderman is így van, az is eléggé erős, tehát az is jó sokat ad, és ahogy a Creeper is. Ami igazából a fontosabb dolog, és ki szeretnék térni rá, van Arcade Hopper. Na most mi is ez? Arcade Hopper leesett, az Arcade Hopper van 1-es, 2-es és 3-as szintű. Ezzel a hopperrel megteheted azt, hogy például, mit tudom én, adok magamnak emeraldot. Nem. Mondom emeraldot. Ide lerakok egy hoppert, így ide, és ugye ez, tehát a chunkból beszívja. És most van... várjátok, majd én adok magam. Most van 316.964 dollárom. És például ledobom ide. Akkor most... egyet dobtam ki, ugye, és már lett 317.000 dollár. Ledomom az egészet, és lett 322.000 dollár. Na most ez igen, elég jó funkció, igen, de. Most jön a habatortás, srácok. A 3-as szintű hoppert 5 darab chesthez köthetjük hozzá. Igen, köthetjük hozzá, jól hallottátok. Ha minden igaz, akkor 3 blokkra szabad legyen a... és igazából bármennyi, 4 hopperrel kötheted össze, 4 hopperrel. És hát igazából ugyanúgy chesttel is összekötheted, ha minden igaz. Igen, ládára vagy hopperre, tehát 4 darab ládával. Ami azt jelenti, hogy például lerakod ide, így. És például ezt meg ide, így. Akkor megfogod ezt, ball click. És a ládára nyomsz egy bal klikket, megfogod még egyszer. Ja, és meg rányomsz erre a ládára is például, hoppá. Igen. És most tesztelünk egyet, megfogom, és dobálok bele 364 emeráldot. És ha minden igaz, akkor tehát semmi összeköttetés nincs, látjátok, itt sincs semmi. Tehát ez ilyen fun fact. Oda nem dobja bele, mert most ehhez van hozzáesetolva, de amúgy el is adta, tehát hogy látszik, hogy 331.000 dollár, tehát eladta, mert ugye minden másodpercben, ez akkor jó amúgy, srácok, nem csak az eladás, hanem, tehát akkor, hogyha tele van a hopper, és így még igazából nem lassul le, hanem egyből adja tovább, meg egyből adja el, de így most fog menni át a chestbe, és ilyen 64 darab, tehát hogy eléggé jó kis dolog. Meg hát ugye ezt mutattam, hogy beszívja a hopper csánkon belül. Innen nem hiszem, de innen is, tehát hogy csánkon belül beszívja igazából az itemet, ami eléggé jó tud. Tehát ha például én ezt oda leraknám, akkor nekem az épp elég lenne az egész területre teljes mértékben. És automatikusan eladja, ami nagyon fontos. Tehát igazából kitesz egy arcade ládát is, de ugye, hát hogyan is lehet megszerezni a hoppert? Vexel kulcs. Vagyis Vexel láda. Itt van a 3-as szintű hopper, ugye itt le van írva az automatikus eladás, hatótávolsága, stb. Meg hogy 5 dolog csatolható, itt van egy 2-es. Ez is jó dolog, mert tehát ezzel is össze tudod köttetni a cuccokat. És igazából 1-es, azt hiszem ugye az alap, az meg most már mindegyik hopper. Tehát, hogy ja,
viszont ez a kettes se rossz. Tehát erre 2% esély van, erre meg a kulcsot is szoktam osztogatni, azt arra, az biztos, hogy ki fogják nyitni páron. Tehát hogy ja, de ez az egyes, ez kitesz egy arcade ládát nagyon egyszerűen. Igen, mind a kettő rohadt jó. De akkor a legjobb a kombó, hogyha van egy arcade ládád és egy arcade hoppered. Tehát akkor, vagy akár egy kettes szintű arcade hoppered. Már az is éppen elég, és akkor az a hármas szintet azt meg egy másik falba rákötni. Tehát, hogy igen, elég jó OP a cucc, elég jó OP. Az garantált, hogy OP. Ugye folyamatosan változtatom itten a itemek dropjait, hogy mi éri meg a legjobban, és hogy mi érje meg a legjobban, egyelőre a falusi. Várjatok? A falusi éri meg a legjobban, az fix, mert ugye emerald a droppol. Igen, az 80. Utána a Blaze. Igen, utána a Blaze éri meg a legjobban. Utána hát az Enderman, a Creeper, talán a Pigman. Ja, meg az Iron Golem, hát az meg nagyon. Tehát az 30-at ér, de hát az olyan mértékben jól droppol, hogy huhú. És csak ajánlani tudom. Viszont srácok, sziasztok, hello. Mint láthattátok, volt egy kisebb vágás, lecsípte valahogy az OBS a videó végét. Szóval, ja, nem tudom, hogy ez hogy sikerült neki, mindegy. Videó végére ki lesznek írva azok sorrendben, tehát hogy melyik spawnerek érik meg a legjobban. Szóval, ja, srácok, emiatt nem kell aggódnotok, kicsit cseszekedtem a videóba, hogy melyik érik meg a legjobban, de írom nektek szépen a videóba, hogy mégis milyen sorrendben melyik éri meg a legjobban. Szóval, ja, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, nagyon szépen kérlek, iratkozzatok fel. De a lájk az kötelező, srácok, az nagyon szépen kérlek, hogy nyomjatok egyet. Iratkozzatok fel, és ja, szeretném, hogyha erre a videóra legalább egy 10-15 like összegyűlne, de akár a 20 is nagyon-nagyon szépen köszönném. Ja, és még update-eket, vagy valamilyen új dolgokat, amit Hyperkéte tudnátok szánni, azt nyugodtan írjátok le kommentbe, mert folyamatosan próbálom upgrade-elgetni a szervert, és keresni új dolgokat, szóval ja. Na, Ali, sziasztok!